Jövőt kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Köszönjük a meghívást, én is ezzel kezdem. Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának nevében állok most itt ebben a pillanatban. A mi színházunk az egy egész nagy múltú színház, mely 45-ben alapították, viszont a társulat a mostani formáját azt 97-8-ban érte el, és azóta egy stabil, kiegyensúlyozott, fiatalos lendülettel és teli energiával rendelkező, igen dinamikus színész gárdája van a Népszínház Magyar Társulatának, és igyekszik a saját közegében megtalálni a saját hangját. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert azt gondolom, hogy azzal, ami annak idején Trianonban történt, az egy eszméletlen trauma, amit azóta sem hevert ki ez a nép és ez a nemzet. Viszont azzal, ami már itt előttem is elhangzott, hogy egy csomó ember határokon túlra szakadt, és részesévé vált akarva akaratlanul egy idézőjelesen idegen különböző kultúráknak, ezzel én azt gondolom, hogy egyfajta sokszínűséget vagy plusz gazdagságot kapott ez a nép. És hogyha ezt mi összetudjuk fogni évről évre, és nem csak évről évre, ez is nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak évről évre történjenek olyan lehetőségek, olyan fesztivál lehetőségek vagy szemle lehetőségek, amelyek ezt meg tudják mutatni, hanem egy folyamatos jelenlét szükségeltetik, én azt gondolom, a határon túli színházaknak, akár Budapesten, nem csak Budapesten, nyilván főként Budapesten, hanem úgy egyáltalán Magyarországon, akkor ezt a sokszínűséget, ezt a gazdagodást, amit átéltünk kényszerűen az elmúlt jó néhány évben, a javunkra tudjuk fordítani, nem csak a határon túliak javára, azt gondolom, hanem a Magyarországon élők javára is. Tehát ezért nagyon üdvözlöm a kezdeményezést, és borzasztó fontosnak tartom, hogy ilyen plusz kezdeményezések vannak a meglévők mellett is. Az előadásról, vagy pontosabban még engedjenek meg egy rövid kis kitérőt még a Népszínház Magyar Társulatáról. Jelen pillanatban igen nehéz körülmények között működik, hiszen 5 évvel ezelőtt lebontották a színház épületét, és ez azóta is egy hatalmas beton rengeteg áll a városunk főterén. 2 társulata van a Népszínháznak, egy szerb és egy magyar társulata, és jelen pillanatban a 2 társulat egy valamikori moziteremből átalakított színházi térnek nevezett színházteremben próbál. Próbatermek és egyéb különböző infrastruktúrák hiány. Tehát mi jelen pillanatban nap mint nap megküzdünk azért, hogy legyen magyar előadás, hogy legyen néző. Pontosabban, ha előadás van, akkor már néző van. Többet tudnánk játszani, mint amennyi előadásra lehetőségünk van pontosan a helyszűkéből kifolyólag. Nem akarok panaszkodni, csak egy rövid kis helyzetjelentés Szabadkáról. Nagyon megtisztelő az, hogy a délvidéket most mi képviseljük, hiszen abból a régióból a mi előadásunkat válogatták be a szemlére, és hát igyekszünk ezt méltóképpen tenni. Említettem az előbb, hogy egy fiatal társulatról van szó, amely igyekszik a saját hangján, a saját nyelvén kommunikálni, és nagyon fontos, ez repertoár színház vagyunk, tehát a klasszikustól, a kortársig, a zenés vígjátéktól, az abszurdig minden megtalálható a repertoárunkban. Nagyon fontosnak tartjuk a kortárs színházi művek bemutatását, és tesszük ezt egészen odáig, hogy jellemző a társulatunkra az, hogy egy-egy gondolat nyomán, vagy akár egy darab nyomán önállóan színészi kezdeményezésből, tehát nem igazgatói rendeletből, hanem szinte színészi vagy rendezői kezdeményezésből új drámák születnek évről évre. Ez akár egy szál gondolatból, vagy egy ötletből, vagy egy versből, egészen odáig, hogy tiszteljük ugyanaz írókat, viszont azt úgy érezzük, hogy minden esetben egy-egy dráma az egy alapanyag, amit aztán a csapat tovább gondol. Miért mondom ezt? Mert tulajdonképpen ez az előadás, amit hozunk,
Bernard Slate különleges alkalmak drámája nyomán írta Brestianszky Boros Rozália a színházunk dramaturgia, és az a csapat, történetesen Kalmár Zsuzsa, Radoszky Csaba az előadás két szereplője, és jó maga, mint az előadás rendezője, tehát ez is egy olyan közös munka volt, amelyben elindultunk valahonnan, és szinte egy új darab született, teljesen átszerkesztve, azokhoz a gondolatokhoz, ahhoz a mondani valóhoz, ami abban a pillanatban ezt a kis gárdát a lehető legjobban foglalkoztatta, ott abban a pillanatban, ahol működött, vagy ahol működik és él. Ez egy válásnak a története, nevezhetjük vígjátéknak bizonyos értelemben, egy ma nagyon jellemző problémát tár föl, amikor az emberekben az egymás mellett élés tekintetében már rég nincs az a kitartás, ami valamikor hajdanában nem emlegeti a régmúltat, csak a mostani kornak ezt az őrült darálóját tárja a nézők elé, és ahogyan az ember rohan a karrierje, a pénze a után, amit ez az őrült trendi világ diktál, ebben egyszer csak elvesz a másik, egyszer csak elvesz a már eltompul a társnak a tekintete, majd az élet ketté viszi ezt a párt, egy fiatal párról van szó, viszont a szerelmük vagy a szerelmük erőssége bebizonyítja a végén azt, hogy ilyen se veled, se nélküled helyzet, viszont a sorsszerűség valahogy egymáshoz visszahozza a két embert. Nagyon szépen köszönöm, elnézést a hosszú legyen utat.